Az országgyűlés 2012-ben december 18-át a nemzetiségek napjává nyilvánította, azóta pedig ezen a napon országszerte számos helyen szerveznek ünnepségeket. Tavaly december 18-án Pécset a Kohvaléria Iskola Központban ünnepelték a nemzetiségek napját. Bognár Szilvia alpolgármester és autistván István nemzetiségi tanácsnok a nemzetiségek fontosságáról és szerepéről beszéltek a vendégeknek, majd Péter Fiatilla polgármester és dr. Modrovics Sándor aljegyző adta át a faluhelyi Ferenc díjat Heil Helmutnak. A kitüntetett nem csak a német, de a horvát néptánc hagyományok őrzésében, a nemzetiségi érdeképviseletben is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Heil Helmut a Déli Kapu Folklór Fesztivál alapítója, a Lővei Tánc Együttes vezetője, a Pécsi Német Önkormányzat képviselője. Ha jó akaratú, tehetséges emberek nemzetiségüktől függetlenül utat találnak egymáshoz, akkor abból, akkor is korokon átívelő nagy dolgok születhetnek, ha az eredeti cél ennél sokkal szerényebb volt, idézem Bognár Szilvia alpolgármester ünnepi szavait. Aut István önkormányzati képviselő, nemzetiségi tanácsnok hangsúlyozta, hogy a nemzetiségeknek hatalmas a szerepe a hagyományok ápolásában és a nemzetiségi és nemzeti hovatartozás megőrzésében is. Mint mondta, a Pécsett élő és dolgozó nemzetiségek értékei a többségi társadalmat és a város kulturális hagyományait is egyaránt gazdagítják, együttműködésük pedig sokat tehet a város közösségeinek boldogulása, identitásuk erősödése érdekében. Helmut Heil 1973-ban megalakította és azóta is vezeti a Lővei Tánc Együttest, amely céljaként a hazai német folklórápolását, gyűjtését és színpadra állítását tűzte ki. E tánc együttes vezetőjeként 2007-ben a kisebbségekért díjban részesült. A hazai német táncok gyűjtését többek között Szűrben, Véménden, Babarcon, Nagynyárádon, Kecskéden végezte. 1990-ben a Lővei Tánc Együttes segítségével megalapította a Magyarországi Német Néptánc Hagyományok Ápolása Alapítványt. Az alapítvány főleg anyagi segítségével számos igen jelentős eredményt értek el. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Helmut Helyt itt körünkben, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy ugye felvezetőben elhangzott sok minden a munkásságodról és az eredményekről. Én arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt gyereknek lenni Erdős Márokon? Hát rég volt, igaz se volt, de mivel kemény négy évet éltem Erdős Márokon, ez ugyebár bár Himes mellett van, és akkor úgy hívták ezt a kis helyet, hogy tréklók, azaz sárfészek. Mivel csak a temetőn keresztül volt egy ilyen földút át, tehát nem így mond most, hogy ilyen már autópálya mellett lakik, és hát egy nagyon szép kis zárt település, zsákfalu. Én mindig is szerettem ezeket az a zsákfalukat, mert ugyebár nem volt nagy átmenőforgalom, bement az ember kijött, és egy ilyen jó kis közösség tudott kialakulni. Hát ö, nagy kis lélek számú település mi laktunk úgy körülbelül a falu közepén, akkor a nagymamám a falu vége felé. Jó el voltunk, és érdekes módon, hogy ha arra felé járok, akkor mindig, pedig mondom, négy év volt csak, de mindig van egy ilyen késztetésem, hogy nekem le kell ugornom, és meg kell néznem ezt a falut, hogy hogy néz ki most is. És hát akkor fogom, is, elrántom a kormányt, bemegyünk, csinálok egy kört, és akkor jövök ki erdősmárokról. Tehát egy ilyen érdekes dolog, pedig hát azért négy év nem sok, és azok a téli esték, vagy délutánok, amikor ugyebár elindultam a, a nagyi felé, aztán odaértem, hát volt vagy száz méter, vagy mennyi, majdnem megfagytam, meg minden bedugtak a rernibe, meg ilyen jó kis kalandok voltak annak idején. De de olyan meghatározó volt ez a, ez a kis település, és mondom, most is arra járok, akkor szívesen beugrok egy körre. Arra lennék kíváncsi, hogy itt Erdős Márokon, a nagymamánál, hogy éltétek meg a nemzetiséget? Hát nálunk ez nagyon egyértelmű, ugye bármár lefölmenő ágon mindenki német, tehát sváb A mai napig én, hogyha átlépem a kiskaput, akkor németről beszélek otthon. És ez nyilvánvaló, azt hiszem, hogy ez a legjobb az identitás szempontjából, hogyha már gyerekfejjel az ember magába szívja ezeket a, a, dolgokat, és ahogy a nyelvet, úgy nyilvánvaló a kultúrát is, mert akkor jöttek a mesék, meg ilyen kis történetek, és ez nyilvánvaló, hát elég irányom többi itt az egész tevékenységemre. Erdős Márok után merre vitt a család útja? Hát mivel ö, nagy nagy munkalehetőség nem volt, így ö, apámék, akkor hát beköltöztünk Pécsre, mert akkor a bányánál ott volt, ugyebár ott mindig kellett ember, apám elment a bányába dolgozni. Hát anyám még, meg napszám, meg hát ami éppen volt, tehát nem volt ö, nagy rózsás helyzet, és akkor itt ö, tulajdonképpen 60 óta vagyunk Pécsen, 59-60, egy évig laktunk egy ilyen kvázi és utána vettek egy házat is, abba a házba lakom a mai napig is. És hogy tudtátok megőrizni azokat a hagyományokat, amik, amikbe, amik az életed első négy évében jelen voltak Erdős Márokon? Hát, mint ahogy említettem, hogy nálunk főleg öregapám is nagyon rafkós volt, mert például azt mondta, hogy ha átléped ezt a küszöböt itt, akkor itt németül kell beszélni. Nyilvánvaló egy gyerek nem tudja, hogy ez most mennyire jó vagy nem, hát engem egy különösképpen ez nem zavart, hogy én németről beszélek, de hát ott lehet egy jókat enni, jó kis libacombokat, meg minden, és ö, ö, mindig ugye bár, hogy egy kicsit el kellett menekülni, mert egy elég csintalan kölyök voltam, akkor hát hol volt a menedék a nagyomán, a nagypapána, és úgy, úgy tudatosan, nyilvánvaló, ő tudta, hogy hogyan kell itt bevezetni engem a dolgokba, és így szépen ma, ahogy mondom, a mai napig, hogy átlépem a kiskaput, németül beszélünk, még most is édesanyáma, tehát még a gyerekeimmel is, és ez azt hiszem, hogy ez eléggé rányomta a bélyegét. Hát akkor voltak itt is, akkor voltak svábbálok, ugyebár Rácvárosan ott a Rácvárosi templom mellett volt akkor egy ilyen, az iskolának volt egy része, és akkor ott már-már már fötörtem ott a táncoló lábak között, és, és ahogy ez is, meg hát ahogy mondom, a nyelv, meg hát a, a, a dolog, tehát az ilyen történetek estébi. Hát az identitás szempontjából azt hiszem a mai gyereknek is az lenne a legfontosabb. A tánc szeretete, az honnan jött az életedbe? Ugye már említetted, hogy ott már fötörtél a táncolók között a rácvárosi iskola mellett. Hát igen, anyám azt mondta, hogy én már így születtem, hogy táncoltam. Hát most aztán ebből mennyi az igazság, én most nem tudom, úgy konkrétan nem emlékszem rá de, de valószínű, hogy mert hamar akkor ez ki is jött, meg hát zenélni is kezdtem, akkor el kellett döntenem, ugyebár, hogy kint zenélek, vagy bent táncolok, tehát a kettő ugyebár nem megy, így akkor maradtam a táncnál. De nyilvánvalóan az, hogy zenét is tanultam, kicsit hegedülni, kicsit harmonikázni, kicsit doboltam is, mert minden, tehát ez is nyilvánvaló segített abba, hogy mert a táncosoknál nem árt, hogyha van ritmika. Egy kicsit, tehát ne úgy legyen, hogy zavar bennünket a zene. És hát így akkor elindult ez a dolog, és akkor a lőveibe érve, ugyebár ott voltak ilyen ad-hoc megmozdulások az elején, mikor oda kerültem, hogy jött egy ünnepség, egy bál, és akkor sokat mentünk ilyen turnézni, ugyebár, hogy toborozzunk gyerekeket a lőve is évekre. Hogy jöjjenek a vidéki gyerekek is a suliba. És akkor ilyen két-három napos jók is bácskába, baranyába, tolnába mentünk ilyen kis turnékra. Na, és akkor elkezdődött ez a dolog, hát most miért kell nekünk itt csak áthalk, hanem csináljunk akkor rendesen valamit. És 73 ban harmadikosként akkor azt mondtam, hogy akkor legyen táncsoport rendesen. Tehát az, hogy hetente dolgozzunk, elkezdtük a gyűjtőmunkát a táncokat, a viseleteket, és akkor hát így lassan elindult a szekér. Négy pár volt, öt pár, hat pár, aztán egyre több. Visszatérek még a gyermekkorodhoz, nem tudok róla leszállni. Azt szeretném megtudni, hogy ugye mondtad, hogy beköltöztetek Pécsre. Itt Pécsen a magyar nyelv volt a domináns, amit, amit használtatok otthon, a családban? És csak nem, márokon nem, volt? Nem, 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 csak a német. Csak a német. Csak a német. Hát bátyám például, hát majdnem úgy volt, hogy a suliba tanult meg magyarul. Tehát de hát ez nem volt olyan különösebb probléma, mert a gyerekként az ember két-három nyelvet simán megtanul, és ez lenne a legjobb, hogyha már óvodáskorban mindenhol lehetne teljesen mindegy nyelveket tanulni, mert egy gyerek el se hinni az ember két-három nyelvet úgy beszippant, mint a pint. Tehát semmi gond nincs ebben. És nyilvánvalóan akkor mi is, hát a suliba tanultam meg igazából magyarul, de otthon, otthon szigorú a német. És a hagyományok, az ünnepek hogy teltek nálatok? Magyar szokás szerint, német szokás szerint? Hát ez, ez is teljesen, ünneteket... igen, ez is teljesen ment a mi szokásaink szerint. Tehát itt, itt nem volt különösebb, mert épp úgy karácsonykor ugyebár kezdtük a Stillen tehát ez, ez te, annyira természetes volt, mert minden, tehát ilyen téren ilyen nem volt itt, itt, itt semmi gond, és azt hiszem, hogy ö, azok a gyerekek, akik ö, ilyen kiskorban már megtanulnak több nyelvet, több szokást, hagyományok, sokkal toleránsabbak lesznek később, mint felnőtt, tehát jobban megértik azt, hogy nem csak mi vagyunk, hanem vannak itt például, hála Isten, Baranyábar, ugye van egy sok nemzetiségű ö, ö, megye, és sokkal könnyebben megértjük akkor a másikat is, hiszen szerintem már ebből a szemszögből is rossz dolog. Említetted a lőveit, és a lővei táncegyüttes megalapítását tulajdonképpen, vagy alakulását. Beszélnél erről még nekünk egy kicsit mind a mellett, hogy arra is kíváncsi lennék, hogy ugye a horvát táncegyüttest is, illetve hogy a baranya táncegyüttesben szerepeltél annak idején? Hát igen, ez egy érdekes történet, mert ugye már 70-ben kerültem a lőveibe, ja hát még valamit meg kell azért említeni, mert 72-ben a tanárképzőn is megalakult egy tánccsoport. Mert ugye bár a baranya megalakult már előtte, és akkor a Délszláv tanszék volt akkor ugye bár Szerporvát, úgy hívták még akkor őket, és akkor azt mondták a német tanszék, hát hogy csináljunk mi is akkor valamit. Oké, na no, hát akkor én elmentem oda is táncolni. Így 72-ben táncoltam ott is. 73-ban megalapítottam a lőveit. Aztán egy idő múlva úgy szóltak ott a főiskola volt, ugye bár a tanárképző főiskola, hogy hát, hát a főiskola nem bír két együttest, mi lenne, ha egyesülnénk. Már mind a német tanszéki táncsoportnak, és, a, és akkor a, hát a baranya, akkor már baranya volt, ugye bár a névben is. Hát jó van. Így aztán 74-ben, jó, egyesüljünk. A Tóni volt az együttes vezető. Hát mondom, én, mint sváb, hát mondom, meg mi ott, hát jó, próbáljuk meg. Hát mondom, ha más nem megy egy fél évig, évig, aztán ha nem megy, akkor abba hagyjuk. Hát aztán annyira ment, hogy ott ragadtam 13 évig. Amit nyilvánvaló, egy, egy nagyon csodálatos 13 év volt, és egy ö, órát se ö, bánok, hogy oda kerültem. Hát a végén nyilvánvaló, már csak én maradtam abból a német táncsoportból. A többiek, hát ilyen olyan, mert nyilvánvaló a után elmentek az emberek, ahová éppen hívta őket a sors. És akkor én meg ott ragadtam 13 évig, ami, ami hát egy szerintem a baranyának akkor nyugodtan mondhatom, hogy a fénykora volt. És akkor párhuzamosan csináltad a két együttest? Igen, igen, mert akkor ott voltak próbák, ugyebár kett csütörtök péntek, és a lőveiben volt akkor a hétfő szerda, és akkor még néha beugrottam a polákra is egy kis magyar tanulni, úgyhogy hétfőtől hétfőig magyarul tánc volt az életem. Ez nagyon jó, és napjainkban hogy van ez? Hát jó, hát napjainkban igen, hát akkor a 13 év után, pont azt hiszem a 20 éves jubileumon, akkor mondtam a Tóninak, hogy hát nem megy ez így, mert nyilvánvalóan a lőveivel is már annyira megerősödtünk, hogy összejöttek a fellépések, neki, szombaton, nekünk is, stb. Tehát ez így akkor már nem működött ez a dolog, és akkor mondtam a tóninak, hogy köszönöm szépen ezt a 13 évet, és akkor csak a lőveire koncentráltam, és ö, hát elkezdtünk, hát nagyon, nagyon beindultunk utána a lőveivel, hát szinte bejártuk itt az egész Európát, meg még, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon klossz dolog volt ilyen szempontból, mert onnan is profitáltam, hogy hogy, mint merre, meddig, és akkor itt hát beindult rendesen az élet, ahogy mondtam elő, én volt négy-hat pár. Utána azért kellett egy kicsit veszekednem az iskola vezetőséggel, hogy de aztán megértették végül is, hogy hát ez most már nem lőve ista. Igen, hát persze, hát négy év után elmegy a gyerek, ami nem gond végül is. De mondtam, én egy városi csapatot akarok, egy rendes együttest csinálni, és hát azt hiszem, hogy, hát, hogy is mondjam, hát hülye lennék magyarul, hogy pont egy beérett jó táncost, azt mondom, hogy nem kell lesz holnaptól. Hát persze, hogy nem küldtem el, és akkor így végül is, ha most is, a javarészet csoportnak, hát egyetemisták, főiskolások, de hát valahonnan el kell indulni, mert, mert ez nem úgy megy a táncba se, a zenébe se, hogy mit tudom én, ma jövök is, holnap már fellépek a színpadon. Hát ez nem ilyen egyszerű. Egy elég összetett dolog a tánc, ugyebár, mert van tánc, ének, zene, szokás, hagyomány, viselet, tehát ez mind-mind a színpadon valahogy vissza kell, hogy jöjjön, de rendesen. És, és azt hiszem, hogy egy elég komplex dolog ilyen szempontból, és hát oda kell figyelni ezekre a dolgokra, hogy az ember valami szépet akar csinálni. Hogy érzed, az utánpótlás meg lesz? Hát megvan. Megvan. Ö, igen, na most az egy jó dolog, hogy közben ugyebár megalakult a Kókvali iskola centrum is, a, a lőveivel sincs semmi gond, csak az a baj, hogy nincs általános iskolája. Na most ott van általános iskola, és hála Isten bevezették, hogy a 1-től a 12-ig kötelező tánc van az óra rendben. És azt hiszem, hogy ennél jobb dolog nincs is, mert akkor nincs az, hogy most hát én nem jövök vissza délután, mert ugyebár külön óra, vagy külön foglalkozás, vagy mit tudom én. De van az óra rendben, mind a matek, meg a többi, a német, stb. és akkor táncóra van. De azt hiszem, ez több okból se rossz. Mert hogyha onnan kijön, akkor a gyerek, és mindig szoktam mondani nekik, hogy ezek a klasszikus táncok, mert nem csak keringő polkát veszünk, hanem veszünk csárdást is, pólózunk is, mint ahogy említettem az előbb, ugye bár sokszínűsége, elmegy az ember akárhova egy bálba, akkor van egy polka, keringő, van egy hoppá vagy mit tudom én, tehát ezek, ezek, ezek előjönnek, és ezek azok a klasszikus, ha úgy tetszik, táncok. Ma mondtam, elmész ma a diszkóba, ma erre rángatózó, holnap arra rángatózó. Na most ez utána már nincs. És ilyen szempontból, hogyha kijön egy 12-es, érettségizik, és pont múltkor mondtam a negyedikesek, mert már utána az a szokás, hogy főkérjük a szülőket a szalagavatón, hogy mindenki egy szép keringő. És olyan szépen táncoltak a gyerekek, jött az óra, Mondom, meg vagytok dicsérve. Hát mi, mi, miért, miért, miért? Hát negyedikesek, ha mindent akarnak csak táncolni, nem ugye bár. Hát mondom, olyan szépen táncoltatok a szülőkkel, mondom, és nem volt klassz. Hát de. Na most ezek a, a az apródók, amit mondtam, hát lehet, hogy most még nem élvezitek annyira ezt a, hogy tudok keringőzni, csárdást járni, egy kis ez az. De amikor jönnek majd az egyetemi bálok, jön a királyfi fehérlovon, hát akkor mégiscsak jó, hogy azt tudom mondani neki, igen, jövök, vagy Maradsz ülve tovább, és azt mondod, hogy nem. Térjünk vissza picit a családodhoz. A otthon a gyermekeid körében hogy alakult ki ez az egész nemzetiségi öntudat, vagy hogy ápoltátok otthon? Öh, ők táncolnak-e, táncoltak-e gyermekkorukban, vitték-e tovább ezt a hagyományt? Hát az igazság, hogy két fiam van, és. Mindjárt az első percben én németül beszéltem, ahogy anyám is, tehát hogyha bemennek, akkor főleg a nagyobbik, az olyan szépen, akkor tényleg németül, csak németül csacsog az, az öreg anyával. És azt hiszem, hogy egy nagymamának ennél nagyobb boldogság nem kell, mint hogy szépen nyilvánvaló, akkor jönnek a mesék, a történetek ott is, és azt hiszem, hogy ö, bele kell nőni ebbe a dologba, és nem kell szígyelni magunkat. Most sokszor magyarul se tudunk rendesen, nem? teljesen mindegy horvátról, vagy németről, vagy mit tudom én, de beszélni kell. Tehát ö, ö, nehogy az legyen, hogy elmegy a boltba, és nem tud egy kiló kenyeret kérni. Tehát a nyelvtan nagyon fontos, de az, hogy tudok beszélni kötetlenül, ez nagyon-nagyon fontos. És azt hiszem, hogy így, ahogy belenőttek, hát a nagyövök fiam, a kicsi is már alig várja, hogy már jöhessen táncolni. Nem volt kérdéses, hogy jön a táncsoportba. Automatikusan jött, és a világ legtermészetesebb dolgának vette, hogy ő most táncol, sőt, hát nagyon szeret is, mondanom se kell. Hála Isten tud is, <laughs> az sem mellékes, ugye bár már nem születünk mindig egyforma ritmikával, ami néha közbe szól, de hát ebben sincs gond. És hát németül beszélünk a, gyerekek, vagy én legalábbis a gyerekekkel is. Pont múltkor volt egy jó eset, a, nem is tudom melyik boltba beszélek hozzá, és megáll mellettünk egy, <laughs> egy ember, megérti? Hát mondom, miért ne érteni, én megmondom. Hát mondom, az, ami németű beszélünk egymással, attól még, még megérti a dolgokat. És, és ez egy nagyon klassz dolog. Hát most miért ne? Hát egy, egy kultúrával gazdagabb, egy nyelvvel gazdagabb, értékesebb lesz így. Tehát ennek annyi számos előnye van, hogy ihaj. Ugye ez a beszélgetés most egy online fesztivál keretén belül zajlik. Hogy értétek meg a tánccsoporttal ezt a pandémia helyzetet? Hát, finoman fogalmazva nagyon rosszul, mert ebben beszélgettünk itt az előtérbe, hogy hát az amatőr csoportokra ez nagyon rányomja a bélyegét, és nem csak ránk, hanem nyilvánvalóan a többi táncsoportra, énekarra, zenekarra, mert hát nem úgy van, mint a profiknál, a szerződésen van, hát hogyha most nem kell menni, nem kell menni. Igen ám, de hogyha egy amatőr csoportnál sokáig nem tartunk próbát, meg, meg jövünk össze, akkor ő, úgy elszélednek, szétfutnak mind a nyáj, és ez nem szerencsés, ez nagyon nem jó, és ö, hát a gyerekek alig várják, hogy már jöhessenek és táncolhassanak, meg fellépések, hát ki van, aki ez a fellépésekre? Mert nyilvánvaló a fellépés mindig többet ér, mint egy próba, mert jobban oda kell figyelni, meg föl lehet húzni a viseletet, meg stb. Hát igen, ez igen rossz, és nem is értem meg különben ezt a nagy, nagy hogy mondjam, tehát, hogy nem lehet című fejezetet, mert hát az iskolában is egymás mellett ülnek, ha hát nem lehet őket három méterre ültetni, ott örelkeznek a folyosón, ami az élet. Tehát egy gyereknek azért nem úgy van, hogy megküldtem, hogy másfél méter, ne fog meg a kezét, ne szeresd meg, ne öreld át, stb. Tehát ez nem így működik azért az életbe, ahogy a tánc se végül is, mert jó, lehet, hogy az énekart odébb lehet állítani, és akkor énekelgetünk másfél méterre, de tánctán meg kell fogni a partnert, mert hát, a, mi ahogy szoktam mondani mindig, a tánc az láv pur, ugye? Tehát arról szól a dolog, hogy, hogy megfogom a partneremet, érzem, bizsereg az ujjam tőle, és, és hát tehát ezek, ezek ettől, ettől szép dolgok. Reméljük, hogy azért nem tart sokáig ez a, a járványhelyzet, mert az gáz lenne. További tervek, esetleg akár a kokvaliba, akár pedig a Lővei tánc együttesbe, hogyha leküzdjük ezt a vírust? Hát az igazság, hogy azért jó, hogy említettem az előbb, hogy ott van általános iskola, és akkor jönnek föl a gyerekek, és lehet akkor mazsolázgatni, hogy a jó táncosokat tulajdonképpen. Ki tudom emelni, és azt mondom nekik, akkor ugye bár, hogyha jössz ide, akkor nem kell ott a kötelező részt venni, ez is már akkor egy előny. A másik, hogy nyilvánvaló, hát most a táncsoportban ott akkor egy kicsit azért valamivel jobb a helyzet ilyen szempontból, tehát nem ilyen kötelező múz, íze van az egésznek, hanem hát itt vannak fellépések, turnék, kirándulások, külföld, ami azért egy kicsit húzó a. A mai diák szeméből is, mert a mai diák se meg megjön, mint annak idején, csak más, más módon kell őket megközelíteni, a, a más módon kell őket behálózni végül is, hogy jöjjenek. És hát ilyen szempontból jönnek is, tehát nem, nem ö, probléma a dolog végül is. Hát nyilvánvaló, onnan is vannak, a félcsapat onnan van, vagy talán már több is a, a kókvaliból, mint a lőveiből mert itt, ahogy mondom, csak egy osztály van, ott meg azért jönnek föl ö, ö, jóval több gyerek, a, akik, hát, akkor, akiket ki lehet választani. Hát tervek mindig vannak, mert hát sajnos idén elmaradt két szép utunk, ö, amit hát jó, sikerült átrakni jövőre, de hát azért ezek a fellépések, ezek a turnék, ezek nagyon hiányoznak, ö, úgyhogy terv, fellépés az lenne már holnap, csak, csak lehessen már. Hát ennek reményében, hogy jövőre már nem egy online fesztivál keretén belül tudunk esetleg találkozni. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat, és minden jót, COVID-mentes oktatást kívánok. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, minden jót.